Mecséren aki él és mozog, a zsákokat pakolja. A Mosoni Duna töltését itt gépekkel építik és magasítják. A helyiek azt mondják, hogy nagyon jól esik nekik, hogy sok idegen érkezett segíteni. Az árvízzel veszélyeztetett területekre sokfelől érkeznek civilek, katonák, vízügyesek, de még a rendőrszak középiskolákból is érkezett segítség. Közben már le kellett zárni az egyes utat Győr és Gönnyű között, este 6 órától pedig a Vámos-Szabadi határátkelő helyet sem lehet használni. Ember van bőven, mondják a mecsériek. Itt úgy látják, hogy kétkezi munkásokból már van elegendő, de van, aki szerint a kiszolgálásuk akadozik. Mikor elfogy egy-egy hatalmas homokkupac, akkor van, hogy szerintük indokolatlanul sokat kell várniuk a következő adagra. Hát jelenleg mindig várunk valamit. Vagy homok nincsen, vagy traktor nincsen. Nem tudom, hogy nagyon ilyen szétszórt az egész, hogy hívják. Legalábbis én úgy látom. A környéken homokzsákokból már majdnem embermagasságú gátat építettek, de van, ahol hatalmas markolók építik a töltést. Amikor kész van, akkor a folyó felüli oldalt fóliával borítják, hogy minél tovább tudja tartani a vizet. Az itt élők bíznak abban, hogy az új védművek megvédik őket, és nem lesz okuk a félelemre. Már túl vagyunk rajta, mert 2002-ben volt már ilyen. Csak hát most magasabbat mondanak, hogy aztán mi lesz ebből igazság. Nem tudunk semmit róla. Győrben is készülnek a további áradásra. A Kossuth hidat már napokkal ezelőtt lezárták, és a rakparton sem lehet közlekedni. A Duna szintje pedig közben folyamatosan emelkedik, de a város polgármestere szerint nincs ok az aggodalomra. Pest megyében maximális a készültség és a biztonság az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője szerint. Bakondi György ma a Szentendrei mobilgátnál tartott terepszemlét, közben folyamatosan épül a gát a Kisoroszi felé vezető egyetlen bekötő úton is, amelyet holnap feltehetően le kell majd zárni. Budakalászon pedig a Bátorpatak megsüllyedt töltését erősítik. Több teherautónyi követ hordanak a Bátorpatakba Budakalászon, így erősítik a töltést, ami a 2006-os árvíz idején süllyedt meg. Ennélkül a Duna megduzzaszthatja a patakot, és több száz lakóházat önthet el a környéken. Ez már Szentendre óvárosa, virágzik a katasztrófa turizmus. Még ezeknek a kávézóknak a teraszáról korábban a Dunát lehetett látni, most a gáton folyó munkálatokat. A legfrissebb helyzetről a polgármester tartott eligazítást a katasztrófa védelmi főigazgatónak. Kasszina már kész van a gátnál a kerékpárút, ugye két nagyon veszélyes szakasz volt a korábbi árvíz, negyik a kasszina mögött, a 2002-2008-ban megintettük. A másik pedig itt volt a Révháznál, ott pedig hát most már szintén biztosan a védelem. A szakemberek szerint itt szombaton tetőzhet a Duna, 7,5 méterre számítanak, és arra, hogy a mobilgát felfogja majd a vizet. Ez nem csak biztonság szempontjából 100%-os a lakosságnak a számára, hiszen 8 méter 40 centig védi. A mostani remélt árvíz szintnél körülbelül még egy 40 centi bőségesen van. A mobilgát 333 méter hosszan húzódik, alatt a 6 méteres vasbeton vízzáró fal van, az elemeket szilikonnal töltötték ki. Bakondi György szerint teljes a biztonság. Úgy gondolom, hogy az a mély betonalap, amin áll, az a szivárgóvizek elvezetésére kiépített automatika, és maga a nyomás állékonysága, magasság állékonysága, sérülés állékonysága ennek a mobil gátnak fölveszi a versenyt földből készült, netán előregedett vagy rosszabb állapotú gátrendszerekkel. Ahol nincs gátot, homokzsákok védik a házakat. A tervek szerint 1500-at töltenek naponta. Rengeteg a homokzsák a Kisoroszi felé vezető egyetlen bekötő úton is. Feltehetően holnap már ezt a szakaszt is lezárják. Tahítótfalun a házfalakat barikádozták el homokzsákokkal. A térség fideszes országgyűlési képviselője szerint Pest megyében mindenütt megfelelő a készültség. Visegrádon nagyon sokan dolgoznak a 11-es út magasításán, ott egy homokzsákból készül egy nyúlgátrendszer. Illetve Dunabogdányra szeretném felhívni még a figyelmet, ott nincs kiépített védvonal, és ott számos épület, lakóépület fog víz alá kerülni, hogyha az előrejelzések bekövetkeznek. Éppen ezért föl kell készülni a kitelepítésre, kimenekítésre ezeken a területeken. A római parton vannak olyan területek, ahova már nem engedik be az autósokat. Igaz, a tetőzést itt is későbbre várják, milliárdos károkra számítanak.
Budapesten az egyik legveszélyeztetettebb terület a Margit-sziget. 500-an dolgoznak az ideiglenes gát kiépítésén. A katasztrófavédelmi szakemberek azt ígérik, hogy péntek estére elkészül majd a gát. Az országban jelenleg 5000-en dolgoznak azon, hogy a gátakat megerősítsék, de a katasztrófavédelmi főigazgató szerint, ha szükséges, akkor ennél jóval több embert is be tudnak hívni. Bakondi György azt mondta, hogy felkészültek arra, hogy megvédjék az árvíz sújtotta területeket. Javában pakolják a homokzsákokat a Margit-szigeten, ugyanis Budapesten ez az egyik legveszélyeztetettebb terület. A homokzsákokat 500-an rakodják, közülük 200-an önkéntesek. Péntek estig akarnak végezni a munkával. Már rakjuk a homokzsákokat. Várhatóan vasárnap éjjel hétfőn tetőzik a Duna, ezért mivel elég magas vízszint várható, valószínűleg meghaladjuk az eddig mért legmagasabb 860-as árvízi szintet, ezért körbe kell raknunk homokzsákokkal a Margit-szigetet, hogy megvédjük az árvíztől. Nem csak a Margit-sziget van veszélyben, Budapesten több olyan terület is van, amelyet komolyan fenyeget az árvíz. Római part, Margit-sziget, Bemtér, illetve a Batthyány téri terjedő szakasz, Újpesten van egy szakasz, ezen kívül a Csepeli térségben van egy szakasz, a 11. kerületben találunk egy rövid szakasz. Ezek azok a kiemelt helyek, ahol komoly veszély áll föl, ahol intenzív védekezést kell folytatnunk. A katasztrófavédők már egy 8000 homokzsákot helyeztek el a Duna-Magyarországi szakaszán. Bakondi György katasztrófavédelmi főigazgató úgy látja, hogy nem lesz hiány homokzsákokból. Éjjel 2000-en, nappal pedig 5000-en dolgoztak a gátak megerősítésén, de a főigazgató szerint, ha szükséges, akkor ennél sokkal többen is tudnak segíteni. Katasztrófavédelemnél ez 8000 ember, a Magyar Honvédség is 8000 emberrel, több mint 3600 rendőr és igen nagy számba vízügyi dolgozók. Emellett pedig hát az önkéntesek, és hát ez a létszám ez természetesen többszörözhető. A katasztrófavédelemnek 102 000 lebiztosított polgári védelmi kötelezettje van, akik kiképzést is kaptak, tehát ők szükség szerint további létszámot is behívunk. A katasztrófavédelmi szakemberek kijelentették, hogy felkészültek a minden eddiginél nagyobb árvízre. A főigazgató úgy látja, hogy az elkülönített 51 milliárd forint bőségesen elegendő lesz az árvízi védekezésre.